Köszöntelek titeket újra a csator. Anya! Anya, videózunk! De mondtam! Nem nézhetünk benneteket? Nem. Ja, oda néz. Aha. Sziasztok! Sziasztok! Köszöntünk titeket újra a csatornán. Itt vagyunk a Zsófinál, a szüleimmel Svájcba, és úgy gondoltam, hogy ez egy remek alkalom, hogy vlogoljak egy kicsit nektek, mivel nagyon szoktátok szeretni ezeket a közös videóinkat. Igen, úgyhogy lesz ebbe egy kicsit, mit tettem a mai nap, hogy mit teszünk mi így, mint egy nagyobb család, hulladékmentes vásárlás, kirándulás, sport, úgyhogy betekintést nyerhettek abba, hogy mi hogyan szoktuk így eltölteni a közös családi napokat, úgyhogy igazából jó szórakozást kívánunk hozzá nektek. At all, do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall, so why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Ennek mi magyarul a neve? Nem tudom, milyen barac. Vagy meg, hogy milyen köszönöm. Lapos barac. Ez donut. Utána... És a kis matricát ráragasztjuk szépen, vagy az acskóra, vagy az oldalára, és ennyi az egész. Mai ebéd menü, mutathatod az ebédet. Csilisbab, a te tányérodat csináltam, amúgy a legszebben megy. Csilisbab, barna rizs, kesujoghurt, guacamole, egy kis kukorica tortillával és koriander. Így van, és ilyen ez a csilisbab recept, ez fenn is van már Facebook, YouTube-on, ugye? Igen. Majd belinkeljük. Sós karamellás torta. A desszert, ennek is már fenn van a receptje, úgyhogy mindenki elkészítheti otthon, nagyon finom. I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we
better stick together. Let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world. Gotta get it right now. Ez egyik kedvenc vegán ételmünk itt a hotelben, és megmutatom, hogy mik azok az etióp ételek, amit itt eszünk. Van egy kis spenót, saláta, káposzta, és mindenféle lencse és gomba szószok, és Etiópiában ugye nincsen evőeszköz, úgyhogy a kedvünkkel eszünk ebből a kis fermentált teff palacsintával, itt szépen fogjuk. Megfogjuk az ételt, csinálunk egy kis bulgár, és ham. Itt vagyunk az első reggelinél, amire családi porridge készült, zapkása, és anya meg apa hozott nekünk otthoni szőlőt, meg otthoni barackot, úgyhogy ez fog a tetejére kerülni, és ez is magyar dió, illetve még mandula, meg cashew dió kerül majd a tetejére, úgyhogy a kis zero waste-es szalvétánkba törölhetjük utána a szánkat, ami mindenkinek saját állatos, úgyhogy mindjárt neki is állunk itt a szevészetnek. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Mai ebédre még minden napból a maradékok itt a tányéron, és ahhoz csináltunk még egy salátát, illetve be a masinába egy ilyen olajmentes krumplit, aminek az a lényeg, hogy olajmentesen olyan lesz, mint hogyha olajba kisütnéd, úgyhogy ez lesz a kis ebédünk. Mi éppen itt vagyunk a konyhába, és humusz fogunk készíteni, és úgy gondoltuk, hogy ez egy jó alkalom, hogy megmutassuk nektek a humusz receptet, mivel ilyen videónk most nincsen, úgyhogy a Zsófi be fogja mutatni nekünk, hogy hogyan készül a humusz. Igen, ezt a humuszt nagyon jó csinálni, főleg amikor sokat kirándultok, mert ha van jó sok kis csírátok, mert nagyon könnyű szendvicset csinálni, humuszhoz nem kell más, mint csicseri borsó, tahini, ugye ez a szezám mag, paste, pasta, sóbors, citromlé. Ennyi az egész, és még ezt lehet ízesíteni. Mi most a kuktában megfőztünk egy fél kiló csicseri borsót, úgyhogy én általában 4 nagy pohár csicseri borsót rakok szépen az aprítógépbe, úgyhogy azt merem is. 2. Természetesen lehet konzervet is használni, de én kuktázni szoktam, mert akkor így még marad ebből. Ez csak egy fél volt, úgyhogy így lesz 4 pohár.
és akkor másfél citromnak a leve, azt már előre kifacsartuk, még egy kis vizet is lehet hozzá, én egy 1-2 decit szoktam, és körülbelül egy fél pohár tahini, úgyhogy azt én most így burítom is bele. Én olajat nem szoktam használni, inkább több tahinit, meg több vizet rakok, de igen, a gép elviszi krémesre, és só, bors, és már mehet is. Illetve még egy kis piros paprikát is, igen, lehet bele rakni, valaki fokhagymát is rak még bele, úgyhogy a humusz is egy olyan recept, amit szerintem igazából mindenki máshogy csinál, mert igen, mindenki a saját ízlésének megfelelően, úgyhogy szabadon lehet vele játszani. Piros paprika. Illetve én például szoktam céklahumuszt, vagy sütőtökös, vagy édesburgonya. Édesburgonya. Úgy például minél kevesebb olajat kell hozzárakni, hogyha édesburgonyátok van, mert az még jobban krémesíti. Igen, úgyhogy. A vizet azt akkor kell hozzáadni, amikor már krémesedik. Tehát ez a trükk. És menjen! Félúton meg lehet egy kicsit keverni, hogy még jobban összekeveredjen, meg segítsünk a gépnek. Habos már. Habos. Hát ugye sokan ilyenkor olajat raknak hozzá, de mi nem szeretjük annyira olajosan, úgyhogy inkább vizet rakunk még. Még kell neki? Uh-huh. Hogy krémesebb legyen. Kész is, hát egy 2 perc kellett szép neki. Krémes. Útközben raktunk bele még egy citromlevét, megkóstoltuk, most a végső próba. Hmm. Milyen? Nagyon finom. De mi imádjuk a humuszt, úgyhogy. Igen. Így reméljük, hogy nektek is tetszett ez a kis recept, és ti is kipróbáljátok, mert ez tényleg nagyon egyszerű. Ebből természetesen lehet kevesebbet csinálni, de mi most 5-en vagyunk, úgyhogy hamar elfogy ez a kondérhumusz.